Több mint egy évvel ezelőtt megtudtuk, hogy mi leszünk Európa vezető országa fél éven keresztül. Láttam, hogy magánemberek, civil szervezetek és állami szervezetek, állami intézetek vezetői nagyon komolyan elgondolkodtak rajta, hogy mi kell ahhoz, hogy tudunk mi megfelelni ennek a feladatnak. Az első gondolat az volt, hogy akkor tudjuk elfogadni azt, hogy mások figyeljenek ránk, mások elfogadják a mi kultúránkat, mások elfogadják a mi gondolkodásmódunkat, ha mi elfogadjuk, megismerjük a környékbeli országok kultúráját, gondolkodásmódját. Szerintem minden kis csoport, minden egység és minden egyén előkészült erre. Például a mi színházunk, a Békés megyei Jókai Színház egy éven keresztül egy teljes színházi szezont a szomszédos országok kultúrájának megismerésének szentelt. 7 szomszédos országa van Magyarországnak, 7 hónapon keresztül 7 darabot mutattunk be. 7 nagykövet jött el megnézni a programjainkat, 7 nyilatkozatot kaptunk arról, hogy ez egy Európa szintű, Európában is példaértékű projekt. Több mint 200 művész érkezett Békés Csabára, és több mint 40 ezer ember figyelte egy éven keresztül ezt a programot. Ha igaz, hogy példaértékű a projekt, ha igaz, hogy amit tettünk, az a saját boldogulásunkra, a saját gazdagulásunkra szolgált, akkor küldjük, üzenjük ezt Európa többi színházának, többi kulturális intézményének, hogyha igaz, hogy példát tudunk mutatni, akkor jöjjenek, tanulják meg, mi elmondjuk, hogy hogy lehet mások felé nyitottak lenni, hogy lehet idehozni mások kultúráját, és hogy lehet azoknak a művészetnek a segítségével, akik meglátogatnak minket, a mi jó hírnevünket szétküldeni a világba.